November 26-án rendezi meg a Neumann János Egyetem a kecskeméti felsőoktatás több mint két évtizedes jelentős hagyományokkal rendelkező éves tudományos rendezvényét, az Akteko konferenciát. Idén először az intézmény gazdaságtudományi kara vállalta el a szervezést. A konferencia résztvevői tudományos szakemberek és kutatók többek között műszaki, informatikai, agrár- és környezettudományi, gazdasági és társadalomtudományi, nevelés- és oktatástudományi területeken mutatják be prezentációjukat. A legfontosabb cél a konferenciának az, hogy megmutassuk akár egymásnak is, meg a külvilágnak is, hogy milyen kutatásokkal foglalkozunk. A PhD hallgatók köztük én is bemutatjuk ezen a konferencián a kutatási eredményeinket, de ugyanúgy, akik már előrébb léptek és már tudományos fokozattal rendelkeznek, ugye itt nálunk folyamatos a kutatás, a fejlesztés, és nem lehet az, hogy valaki befejezte a doktori tanulmányát, és akkor abba hagyja a kutatását. Ezért ez a konferencia erre is jó, hogy megmutassuk minden szakterületen a kutatásainkat. Rengeteg témát boncolgatnak majd. Többek között szó lesz a hintázás fizikájáról, a fogvatartottak játékszenvedélyéről, és arról is, hogy milyen változások várhatók a felsőoktatásban a világjárvány után. A konferenciát a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából rendezik meg évente az egyetemen. Cél megismertetni a kecskeméti felsőoktatás, a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb kutatási eredményeit, az élhető jövőt szolgáló tudományos, innovációs megoldások részleteit.